Ízig-vérig magyar táj, vizekkel, erdőkkel, legelőkkel, termőföldekkel, vulkáni kiemelkedésekkel. Árpád népe be is lakta, és ha kellett, meg is harcolt a beregi síkságnak ezért a gazdag vidékéért. Aztán az utolsó nagy háborúkat elbuktuk, s a Tisza jobb partján terjedő beregi Tisza hátra beköszöntött a reménytelenség, a kitaszítottság kora. Bereg ott találta magát egy embertelen birodalom a Szovjetunió nyomorúságos mindennapjaiban. Sokan meghaltak, de a beregi magyarság nem tört meg az öröknek gondolt télben, és a szovjet múlt romjain, az ukrán jelen kihívásain ma már újra magyar jövőt mer tervezni, építeni, álmodni a szernye ártéri erdeiben, a Tiszahát apró sziget vulkánjainak árnyékában. Lónyáról indulunk, a Tisza mentén Szalókára térünk, majd felkanyarodunk Nagy-Dobronyba. A szernyemocsár nyomai mentén megyünk fel a Derceni Kerekhegyre, majd Nagybégány következik, ahonnan végül Mezőkaszonyba érkezünk. Milyen zabolátlan ifjonti hévvel zúdult le a máramarosi havasokból, és a hegyekből leérve mennyivel érettebben, megfontoltabban szeli át a beregi síkot. A legmagyarabb folyó és szélesen elterülő háta hosszú évszázadokon át meghatározta a beregi nép életét. Ahogy meghatározta a hit is. Lónya községet, mint a drámában, bírta Bánkbán, majd második Endre is. Később a lónyai családhoz került. Faharang tornya már messziről jelzi, hol találjuk a vidék egyik legszebb templomát, ami több mint 8 évszázada gyűjti az úr színe elé a falu népét. Falairól szentek mosolyognak le a hívekre. Közöttük ott van hazánk egyik legkorábbi Köpenyes Mária ábrázolása. Az 1800-as években a lónyaiak úgy határoztak, hogy halottaikat közös sírkápolnába helyezik örök nyugalomra. A család 27 tagja nyugszik itt. Köztük olyan honfiak, mint Bereg vármegye alispánja Lónyai János és a néhai miniszterelnök Lónyai Menyhért. Már nem kellett átélniük, ahogy az újkor barbár hordája, a vörös hadsereg végig söpör a vidéken, nem kímélve se Istent, se embert. Mert vajon mit ártott a világnak Lónya testvértelepülése, Szalóka? A Tisza mentén légvonalban alig 5 kilométer van a két falu között, mégis egy világ választja el őket egymástól. Versailles-ban alkották meg ezt a világot, ami aztán annyi borzalmat hozott. Az 1944-es szovjet megszállást követően a sztálinisták 108 férfit hurcoltak el szovjet haláltáborokba, közülük 58-an soha többé nem tértek haza. A falubeliek még az orosz medve árnyékában, 1988-ban a temetőkertben jelképesen újra temették az áldozatokat. Ez volt az első emlékmű Kárpátalján, a sztálini lágerekben és a II. Világháborúban elesettek emlékére. Nem volt más bűnük, csak vérük és anyanyelvük. Aki meg túlélte, arra szöges drótos világ várt. A határfolyóvá lett Tiszát teljesen elválasztották a partjára települt falutól. Amikor még vasfüggöny vágta el a keletre szorult Nagy-Dobronyt, nyugaton az a hír járta, hogy a községet a II. Világháború után a szovjetek bosszúból a kolhoz ellenes lázadásért a földeltették egyenlővé, és helyét kölessel vetették be. A magyar Kartágó legendája sokáig élt, még az elszármazottak körében is. De akinek halálhírét keltik, sokáig fog élni.
Így van ezzel Nagy Dobrony is, ami nem csak hogy él és virul, de a mai Kárpátalja legnagyobb magyar lakta településévé nőtte ki magát. Ahogy Bácskában ráleltünk a legdélebbi Palóc nyelvszigetre, itt találtunk rá a legkeletibbre. A nemrég nyílt magyar ház mögötti tájházban a helytörténész tanárok Badó Margit és Varga Sándor mutatják be szeretett községüket. Ugye Nagy Dobronyról sok minden eszébe jutott az embernek, de legfőképp a népdalai, a népviselete, vagy épp a tájszólása. Igen. Ez egy ilyen néprajzi sziget itt Kárpátalján, és hát egy erős magyar tömb, 6000 lakosú nagyközség vagyunk, és hát Palóc nyelvjárást beszélnek a helyiek, és saját táncunk, népviseletünk van. Sanyi is Palóc, de ilyen keletre még nem találkoztunk Palóc. Hát én azt hiszem, hogy a legkeletebbre lévő palócokról beszélhetünk Nagy Dobronyok esetében. Igen. És lehet tudni végül is, mert sok minden történetet hallottunk, hogy hogyan is kerültek ide a palócok Nagy Dobronyba? Hát erről pontos feljegyzések nincsenek. Valószínűleg a 15-17. Század valamelyik évtizedében lehetett az, hogy nagyobb lélekszámú népesség jött ide és telepedett meg Nagy Dobronyban. Hát nagyon szorgos nép lakik erre, tehát ezt mindenki elismeri, hogy itt nagyon sokat dolgoznak az emberek. Igen, és az idősebbek megmondták, hogy úgy vessétek a krumplit, hogy meg ne hallja a harangszót. Tehát, hogy elég föld kerüljön a vetőburgonyára, vetőkrumplira. Hát akkor menjünk is, nézzünk körül a faluban. Nagy Dobrony református templomának méretei sok mindent elárulnak a helyiek hitéről. Kolozsi András református lelkészt kérdezzük a hit szerepéről. Kárpátalja a legnagyobb református templomába vagyunk. Ez a legnagyobb református közösség, és régen is, és ma is a egyház volt a megtartó ereje a népünknek, a nemzetünknek, és különösképpen most nagyon fontos ereje van a hitnek, és csak ez az, ami meg tud bennünket tartani, ahogyan megtartott több mint 1000 éven át, és tudjuk azt, hogy a hit az, ami igazán tudja működtetni az embernek az értékeit. Tehát ez az, ami megtanít bennünket arra, hogy emberek legyünk, és minden körülmények között emberek tudjunk maradni, és hogy megpróbáljunk egymás felé szolgálni. A hit az, ami megtanít bennünket arra, hogy azok az értékek, amiket kaptunk Istentől magyar emberekként, ezek nagyon fontosak, és ezeket mint örökséget, és mint küldetést kell megélnünk, és továbbadnunk a utánunk jövő nemzedéknek. Az első világháború után Dobrony népe közadakozásból szobrot emelt az elesett magyar honvéd hősök emlékére. Bara Borbál a szoboravató versét lánya Hidi Jolán szavalta el 1941-ben az avató ünnepségen. Törtettek reménnyel és bátran előre, a magyar igazság lángjával szemükbe. Ha e szent szobor előtt elhaladsz, mindig tisztelettel hajtsd meg magad. Tiszteld Istent, szeresd a hazádat, így neked soha semmi nem árthat. Nem csak az első, de a második világháború idején is aratott a halál. Majd 1944-ben a bolsevikok közel 300 dobronyi embert hurcoltak el Malenki robotra, akiknek egyharmada soha nem térhetett haza. A népviselet mindennapos használata már kihalóban van, de ma is többen varnak és hímeznek a községben. A szövőműhelyben Benedek Kálmánné Irénke néni és Kopár Sándorné Gizella szövés közben szívesen mesélnek is a régi időkről a hazajárónak. Ugye a szövés, a szőttes, az mondhatjuk, hogy dobronyikum. Hát így is lehet mondani, máshol is szőnek, de itt is nagy hagyománya van, mindig szőttek. Pamut és kender fonalba szövöm ezt a szőtteseket. Nem illik érkezni, mennyi idősnek tetszik lenni? Én 31 beli vagyok, 89 éves leszek, mondta tavasszal.
És hány ország állampolgára tetszett lenni? A 5. állampolgár vagyok. Voltam magyar, aztán elfoglaltak a csehek, elmentek a csehek, megint magyarok lettünk, elmentek a magyarok, bejöttek az oroszok, elmentek az oroszok, bejöttek az ukránok. 5. állampolgár vagyok. És csak magyarul tudok. 74-re fogságban vagyunk, ez az igazság. Elfoglaltak bennünket, akár tetszett, akár nem, itt maradtak a nyakunkon. Elmentek úgy imámos innen, gondoltuk, hogy meg felszabadultunk, de ez a hucul nép meg itt maradt. Ez az ukránok, akik még dolgozni se szeretnek. És akkor most elfoglalták a mi területünket, aztán Ukrajna. Hát én jártam a magyar iskolában, még Ukrajna térképen se volt. Most már a mi Ukrajnánkat, hol a mi Ukrajnánkat, nekünk ez magyar feld. Azt mondta nekem valamikor egy orosz nő, hogy azt mondja, ukrán kenyét eszek, mondani magyar kenyét, mert mondom, magyar feld, és a magyar feld magyar kenyét terem. Ti eszitek, mondom, a magyar kenyeret. Hát 1100 esztendei, hogy magyarok vagyunk. Akkor mit akárnak? Azt is hallottuk, hogy Irénke nénén nagyon szépen énekel. Tudtam énekelni, de már a hangom is velem együtt megöregedett. Azért meghallgatnám. Nagy Dobronyi piac téren lakik egy menyecske. Rozmaringus ablakához járok minden este. Rám-rám kacsint a szokását, a jó Isten tartsa. Még az éjjel felkereslek, ugye szívem párja. Szinte minden Nagy Dobronyi kertben áll egy szilvafa. A beregi napfény érlelte termésből pedig van, ahol pálinkát, máshol meg lekvárt főznek. Ezért csókolom. Na, zajlik a nagy munka. Így van ez a Badó család portáján is, ahol Erzsike néni felügyelete mellett jó adag szilva fortyog az üstben. Ezt rossz nézni. Ez a lekvárt főzés a pálinka abortusza, szokták mondani. Mennyi ideig kell főzni a lekvárt? Mikor már mind belemegy, aduk még 6 óra hossza. És mindig keverni kell? Ettelre nem fej, mindig. Ki is próbálom, hogy mennyire kemény ez a munka. Majd mikor öregszik a lekvár, akkor lesz nehéz. Igen? Összeáll? Jaj! Mának voltak, alig bírunk toszokta. Ez még cibere? Van cibere. Addig vették ki még a legjobb cibere, most már mindig öregszik. Na, minden lekvár éző lett. Nem kell edzőterembe menni, amikor az ember lekvárt főz. Oszi? Én ebben nem veszek részt. Ízleljük meg végre, milyen is az, amikor nem pálinka, hanem lekvár készül a szilvából. Annyit hallottunk már a híres dobronyi népviseletről és táncokról, ideje test közelből is megismernünk. A Hatrác Néptánc Együttes fiataljai olyan átütő erővel ropják a táncot, amivel képesek messzire űzni innen a kis hitűséget és a reménytelenséget. A Dobronyi templom torony, jaj, de messzire eltáncunk, közel Péter és Sargába, két száraz marinti táncunk. Egyik hajlik a vállamra, másik a vállamra, de ne hajtom a bús fejemet, a népi hagyományok mellett van egy intézmény, amiről szintén messze híres Nagy Dobrony. Az Irgalmas Szamaritánus Gyermekotthon 1996-ban tárta szélesre a kapuit árva, félárva vagy rokkant leány gyermekek előtt. A Kárpátaljai Református Egyházkerület intézményében a volt igazgatóval, Katkó Lászlóval is összefutunk, aki nem tud szabadulni a hely szellemétől. Az otthonnak saját gazdasága is van. A gyerekek kivehetik a részüket az állatok gondozásából és a föld műveléséből is, hogy az iskola mellett megtapasztalják,
milyen is a munkavilága. Az otthon fontos célja, hogy a gyerekek az intézetből kikerülve teljes értékű életet élhessenek. De azoknak sem engedik el a kezét, akik fogyatékosságuk miatt nem tudják elhagyni az otthont. A lányok lelkét az intézmény lelkészigazgatója, Katona Viktória gondozza. Napjaink Ukrajnájában milyen fenntartani egy ilyen intézményt? Nehéz? Nagyon nehéz. Mivel mi állami támogatást nem kapunk, a adományok azok, amelyek hozzájárulnak a gyermekotthon fenntartásához, de most pedig a magyar kormány segítségével léteztünk az elmúlt évben, ezen az évben is, és reménység szerint az eljövendőben. Te sem kárpátai vagy, hanem anyaországból érkeztél ide. 15 éve érkeztem. Azóta itt vagyok, itt is mentem férhez, itt alapítottunk családot. Számomra ez az otthonom és a hazám. Egyáltalán nem éreztem sorsam annak a különbségét, hogy most Magyarországon élek, az anyaországban, vagy pedig így elszakadt területen. Abban igen, hogy sokkal nehezebb itt megmaradni magyarnak, és nagyon sokat kell küzdeni azért, hogy azok a jogaink, azok megmaradjanak, a kötelességeinket, amerre kell, azt teljesítsük. Másrészt pedig azt a kulturális csodálatos kincset, amely a miénk, azt tovább tudjuk hordozni, és mondjuk itt az otthonban is át tudjuk adni a gyermekeknek. Csodálatos itt lakni. Minden nehézség ellenére azt tudom mondani, hogy ahová Isten helyezi az embert, ott megadja a lehetőséget ahhoz, hogy tudja mind a nemzetét képviselni, mint pedig azt a hitet és azt az erőt képviselni, hogy mi egy összetartó nemzet vagyunk, és nagyon sok felől támadnak bennünket, de az a legfontosabb, hogy összetartsunk, és az összetartásnak, az együttműködésnek az ereje nem veszteség lesz, hanem számunkra egy, azt lehet mondani, hogy egy győzelemre fog vezetni minket. Megújult lelki erővel állunk tovább kelet felé, a lecsapolt szernyemocsár maradványai mentén. A Forgács család ősi birtoka, Dercem fölött egy kis vulkáni eredetű domb emelkedik ki a Beregi síkból. A Kerekhegy tetején hatalmas hófehér kőkereszt kiállt némán az égbe. Szorgos kezek újítják a Bégányi család ősi fészkének középkori templomát. A reformátussá lett Istenházában egy különleges 15. századi freskó bújt meg a mész alatt. A falkép Szent Ilonát ábrázolja kereszttel, tövében két alakkal, olyan élénk színvilággal, mintha csak ma festették volna. A festett kazetták közel 140 éve díszítik a mennyezetet. Trianon évfordulóján a csak azért is megmaradás jegyében avatták fel Nagybégányban a Nemzeti Összetartozás parkját. A magyar motívumokkal díszített székelykapu, a kopjafa, a turulszobor és mellettük a játszótér üzenik, az elszakított Nagy Dobrony nem felejti a múltját, de nem mondott le a jövőjéről sem. Az ember jön-megy itt az elhagyott Beregi síkon, aztán egy hatalmas, a monarchiát idéző tornyos épületre lesz figyelmes. Az Iváncsó birtok a vulkáni tevékenység áldása, a termálvíz kiaknázására született. A kaszonyi gyógyfürdő épülete nem fukarkodik a magyar motívumokkal. Itt van a királyok terme is, ahol történelmünk legnagyobb uralkodóinak mellszobrait láthatjuk, Attilától Szent Istvánig. Ha már itt vagyunk, mártózzunk meg a gyógyerejű termálvízben is. A medencék néhol meglepő és mulatságos megoldásokkal kápráztatják el a fürdőzőket. A Kaszonyi fürdőben van Kárpátalja első akvaparkja is. Persze, hogy ki kell próbáljuk a legnagyobb csúszdát, a kamikázét. A helyi népemlékezet úgy tartja, hogy 1086-ban Szent László királyunk ezen a helyen vívott meg a kunokkal, s a győzelem helyén hálából templomot épített. A templomdombon Karmacsi Zoltán igazítja útba a hazajárót. Az a hely, ahol állunk egykor, ez egy kápolnának a helye volt, amelyet a védőszentjéről Kata
asszonyról neveztek el, tehát Szent Katalinnak a tiszteletére szenteltek fel, és állítólagosan a Kaszony név eredete is ebből ered, ami a, ugye a Kata asszony, ebből lett később, hogy Kaszony és Kászony, majd végül Kaszony. 1496-ban már mezővárosi oppidum rangot kapott. Egyébként érdekesség, hogy sokkal hamarabb kerül fel a térképre, mint például Nyíregyháza. Ez mutatja, hogy mennyire fontos település volt. 1922-ben veszíti el a 26 települését, hiszen Mezőkaszony járási központ volt. És ugye a település a magyarságát a mai napig megőrizte. Igen, tehát mai napig magyar településről beszélünk, és egy erős öntudattal rendelkező magyar településről, tehát a lakossága körülbelül olyan 90%-ban magyar. Meg kell becsülni a kárpátaljai magyar többségű településeket, amik úgy tudtak megmaradni, hogy mindkét világháborúban és a szovjet vészkorszak idején is meg annyi véráldozatot hoztak. Lesz itt magyar jövő is, aminek egyik záloga a felújított magyar iskola. A másik kapaszkodó a turizmus lehet, ami az itt élők hagyományos vendégszeretetére alapul. A falusi vendégfogadás egyik bástyája a jó nevű és remek konyhájú Kulacs étterem, amit nincs szívünk kihagyni. Dárdádat nyújts ki kezeddel, ellenségimet kergesd el. Orgonaszó hívogat vissza az ősi templomba, ami 1560 óta a reformátusoké. Tégedet én megsegítlek. Szeretettel köszöntöm a kedves közösséget. Az orgonánál is ékesebben szóló tiszteletes Radvánszky Ferenc hitvallása méltózárása beregi kirándulásunknak. A Mezőkaszonyi Református Egyházközségnek a templomában vagyunk, amik a Kárpátai Református Egyházunknak a legősibb temploma. Ennek a templomnak, hogy szent hely volt, a funkciója mindig ugyanaz. Kereszténység előtt és után csak a tartalom más. Mégpedig ennek a funkciónak a kulcsfogalma a találkozás. Mert itt lehet átélni azt, hogy találkozik a teremtő és a teremtmény, az Isten és az ember. Az örökké valóság és a mulandóság, a bűn és a kegyelem, az élet és a halál. És ebben a találkozásban átéljük az új teremtést. Amikor a teremtő, vagyis az Isten ismét kézbe veszi a teremtményt, kézbe veszi az embert, és az embert ismételten elkezdi jóvá tenni. Mert ami elromlott, az Isten kezébe jó lehet. Vagyis mi alkalmasak leszünk arra, hogy egy Isten szerinti életet tudjunk élni. És ezt az új teremtést lehet minden Isten tiszteleten átélni. Ugyanis itt a templomban egy univerzum van. Univerzum. Uno veritas. Egy igazság. Ezt jelenti. Ez a gondolat azt akarja kifejezni, hogy nem a valóságból származik az igazság, hanem az igazságból származik a valóság. Az igazság a valóság forrása. És abban az esetben marad csak meg a valóság, hogyha az folytonosan táplálkozik az igazságból. És az igazságnak a megtestesítője, és az igazságnak az átélhető lehetősége, az itt éppen a templomban van. Ezért van úgy mindig, hogy a templom a településeknek a forrása. Innen indul ki. Ugyanis a település, mint valóság, addig áll fenn, ameddig ott van az igazság forrása. A templomunkat, hogyha megvizsgáljuk, azt láthatjuk, hogy mindenütt gótikus elemek vannak. És a gótikának a kiinduló forrása az a jézusi önkijelentés, amikor Jézus azt mondja magáról, hogy én vagyok a szegletkő. Jönnek a falak, égbe törnek, és találkoznak a magasban. A találkozási pontot egyetlen kő tartja, na ez a szegletkő.
Ha ezt kihúznánk, akkor a falak összeomlanának. Azt akarja kiábrázolni a gótika, hogy Jézus az a szegletkő, amíg tartja a mi életünk rendszerét. De a mi gondolkodásunkat, civilizációnkat, családjainkat és mindenünket, ha Jézust kihúzzuk, akkor összeroppanunk. Ahol biztonsági szabadság van, ott otthon van. És az egyházunk ezt a kibontakoztató otthont akarja megadni, és ez a kibontakoztató, értelmet adó otthon küldetés. Kasszonynak a küldetése.